Hollós László a magyar mikológia egyik jelentős alakja, a magyarországi gombaflóra fáradhatatlan kutatója volt. Lassan egy évtizede már, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ megszervezi városunk kiváló szülöttének, díszpolgárunknak, Hollós László mikológus gombakutatónak az emlékére ezt a természetismereti versmondó versenyt, amely a Vármegye valamennyi általános iskolájának kerül meghirdetésre, és legnagyobb örömünkre ebben az évben is közel 130-an jelentkeztek, közel 20 iskolából. A legkülönfélébb költemények hangzottak el, köszönhetően annak, hogy szigorú téma megkötés nem volt, irodalmunk történetében pedig rengeteg remek vers készült a természetről. Négy korcsoportban érkeztek hozzánk a gyerekek, ugye általános iskoláról beszélünk, az első, második osztályosok, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, illetve hetedik, nyolcadik osztályos gyerekek alkottak egy-egy csoportot. Három kiváló szakmai zsűri fogja értékelni ezeket a költeményeket. A zsűri szigorúan, de igazságosan értékelte a versenyzők előadásait. Objektív és szubjektív szempontok alapján bíráltak. A művészi teljesítmény mellett a diákok kiállása is nagy hangsúlyt kapott. Három fő csoport van, amelyik alapján zsűriznünk kell, illetve figyelni az aktuális teljesítményét a versmondóknak. Az egyik a versválasztás, a második a művészi beszéd, vagy éppenséggel a megfelelő technikai eszközök használata, a harmadik az pedig nem más, mint a művészi teljesítmény. Performanszokat hosszas felkészülés előzte meg, ez pedig remekül megnyilvánult a kisdiákok szavalatában. Csak a cinegének szomorú az élet. Nincsen cipőcskéje, máig se szegénynek. Keresi, kutatja, repül gajról gajra. A rendezvény célja a természet szeretetére nevelés és a környezettudatosság megismertetése volt.